Hódmezé vásárai siker is született a 17. Masters világbajnokságon, amit augusztus 7-e és 20-a között rendeztek Budapesten. Szabó Tamás, a Hódúszó Sportegyesület versenyzője két számból egy negyedik és egy második helyet szerzett mellúszásban. A budapesti vízes világbajnokságot követően a Masters VB-t is a fővárosban rendezték meg a közelmúltban. A számtalan magyar siker egyikét a hódmezővásárhelyi Szabó Tamás érte el mellúszásban, aki két számban is kiváló eredményt nyújtott. Az idei 17. Masters világbajnokság volt Budapesten, kettő versenyszámban indultam, 50 és 100 méteres mellúszásban. A 100 métert úsztam hamarabb, tehát az volt időben hamarabb, ezt keddi napon úsztam, ott negyedik helyezést értem el, illetve vasárnap volt az 50 méteres mellúszás, ott pedig ezüstérmet sikerült szereznem. Az úszó egész nyáron át készült a világviadalra, ahol előzetesen nem is az éremszerzés, hanem az egyéni időeredmény megjavítását tűzte ki célul. Bár ezt egyik számban sem sikerült elérnie, így is kiváló eredményt ért el a helyi sportoló, aki a fiatalokat is motiválja versenyszerepléseivel. A saját környezetemben ez a kisgyerekekre, illetve szülőkre, hozzátartozókra motiváló hatással van, úgyhogy ha miattam kezd el valaki úszni, vagy egyáltalán sportolni, akkor én annak csak örülni tudok. A magyar csapat a két hetes versenysorozat alatt összesen 121 érmet nyert, 42 arany, 44 ezüst és 35 bronzérem formájában.